Brüsszel olyan ügyekben próbál nyomást gyakorolni Magyarországra, amelyekben az emberek a választásokon és népszavazáson is világos véleményt formáltak. Ez a gender ideológia és a migráció, mutatott rá a kormányinfón Gulyás Gergely. A miniszter leszögezte, Magyarország semmilyen nyomásnak nem enged. A tárcavezető az uniós pénzek kapcsán a pedagógus béremelés ügyében rámutatott, a baloldal mellett a pedagógus szakszervezetek próbálták leginkább megakadályozni a tanárok és óvónők fizetésemelését. Mindenki kimutatta a fogafehérjét. A szerdai európai parlamenti vitából kiderült, hogy az Európai Bizottság elnöke az Európai Uniós források további kifizetését az LMBTQ ügyekben történő előrelépéstől, illetve a migrációs ügyekben történő változtatásoktól tette függővé. Erről beszélt Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Két olyan ügyben próbál nyomást gyakorolni a bizottság és az Európai Parlament is a magyar kormányra, amelyben a magyar választópolgárok egyértelműen véleményt nyilvánítottak, nem csak akkor, amikor a migrációt elutasító és LMBTQ ügyekben pedig a józanész pártján álló kormány pártot, pártszövetséget támogattak választásokon, hanem mindkét ügyben népszavazás is volt. Hozzátette, a magyar kormány hajlandó megállapodásra jutni a bizottsággal olyan ügyekben, amelyek kifejezetten nem ártanak vagy nem károsak az országnak. Azonban más esetekben, amelyekben az emberek világos véleményüket kinyilvánították, az antidemokratikus és elfogadhatatlan lenne. Ezért folytatta Gulyás Gergely, látják, hogy a bizottsággal úgy kell megállapodásra jutni, hogy vannak vörös vonalak. A tanárbéremelésben nagyot tudunk előrelépni. Az uniós források segítségével már februárban béremeléshez jutnak a pedagógusok. Január 30-ig az érintettek megkapják a megemelt fizetésről szóló határozatot, jelentette be a miniszter. A tanároknak, az óvónőknek, illetve a szakképzésben dolgozóknak is, a szakképzésben oktatóknak is 32,2%-os fizetésemelést jelent. Hozzátette, a kormány ebben a ciklusban megduplázza a pedagógus béreket. Így az idén 672.416 forint lesz a pedagógus átlagbér. Jövőre további 21%-os emelés várható. Ez azt jelenti, hogy 2025-ben 812.000 forint lesz a pedagógus átlagbér. 2026-ban pedig 880.000 forint lesz már a tanárok átlagbére. Ennek kapcsán Gulyás Gergely kiemelte, a baloldal nem tudta megakadályozni azt, hogy az Európai Uniós forrásoknak a tanárbéremelésre fordítható része rendelkezésre álljon. Kérdésre válaszolva pedig azt mondta, ha voltak a tanárbéremeléseknek komoly ellenzői, akkor a baloldal mellett a pedagógus szakszervezetek voltak azok. Akik amellett a baloldal mellett kampányoltak még bő másfél évvel ezelőtt is, hogy az utolsó pillanatig mindent megtettek annak érdekében, hogy ne legyen tanárbéremelés, sőt még most is, ha megtehetnék, visszacsinálnák, éppen a tegnapi nap a példa erre. Tehát, hogyha azt keresik a tanárok, hogy kik a legnagyobb ellenségei a béremelésnek, akkor a baloldal után rögtön a pedagógus szakszervezetek következnek. A miniszter szólt arról is, hogy a kormány az államigazgatásban dolgozók jövedelmét is vizsgálta. Gulyás Gergely azt mondta, előrelépés, hogy az orvosok 2,2 milliós átlagbért kapnak már. A szakápolóknál pedig a korábbi döntés értelmében márciusban 20%-os lesz az emelés. 720.000 forintos átlagbérük lesz ezután az ápolóknak. A nyugdíjasokról szólva közölte, 18,5%-os emelés volt tavaly a nyugdíjakban, míg idén a 6%-os emelés várhatóan magasabb lesz, mint az idei évi infláció.